Szia, ez itt a Hiper. Nem. Szia, ez itt a Hyper, és csak annyit szeretnék mondani a Gamborról, hogy... Jól van, jól, de hát felmerül a kérdés, mi a rák az a gámból. 99-ben egy unatkozó angol milliárdos Maximilian Cooper úgy gondolta, mekkora buli lenne már 3000 mérföldet kocsikázni, méreg drága szuperkocsikkal, és közben persze celebekkel partizni. Idén Dublinból Bukarestig ralliznak. Megálltak Budapesten és a Hungaroringen is, a Hypernek sikerült mindkét helyre exkluzív módon bejutnia. Itt vagyok a Bazilikánál, ide fognak érkezni a srácok. Gyönyörű lesz majd, hogyha itt lesznek a Ferrarik meg Lamborghinik. Ú, lesz egy nagyon durva Batmobil. Összefutottunk Schmivel és csapatával, akik egy Spéci 735 lóerős Abt Audi RS6-tal jöttek. Mindenki piszak fáradt volt, kicsit szétszínálódott a mezőny is, mire Magyarországra értek. Hey Schmi! Hello, Schmi! Hogy vagy? Nagyon jól, köszi! Szuper fáradt vagy? Hát, túl vagyok már a holdponton. Show legmenőbb járgánya vagy Batmobile volt, a 2015-ös Batman Arkham Knight játék iklette tankot, egy 5,2 literes Lamborghini Gallardo motorjára építették Svédországban, Szaúd-arábiai megrendelésre. Az 560 lóerős V10-es kocsi legálisan közlekedik egyébként az utakon, rendszámot is kapott a svéd hatóságoktól. Így mennyibe került, arról nem nyilatkozott a tulaj, de a gumia önmagában is egy vagyon, a 315x40-es 26 szolosok darabja 100 000 forint. Sajnos a ringen volt egy baleset is, az egyik Ferrari a célegyenes végén féktávon blokkolt és belecsapódott az egyes kanyar gumifalába. Nem sérült meg senki, ám szegény Ferrari lovacska komolyan javításra szorult, és persze a futamot is leállították fél órára, ja, amíg 5000 euró per darab. Hát kb. De aztán összeszedték a kocsi elejét, levitték a boxba, és akkor mehetett mindenki újra. A BAC Mono két együléses kocsit is kihozott a Hungaroringre. Emlékeztek, egy ilyet törtek össze az alagútban 2 éve. Ezek a kocsik alig 500 kilósak, ám közel 300 lóerősek, és nem csak erősek, de gyönyörűek és csodás hangjuk is van. Az új fejlesztésekről, eladásokról Neil Briggs-el beszélgettem, akivel hamarosan egy hosszabb interjút is megnézhettek. A kártól tudó srácok nem hazudtolták meg magukat, Alex megint nagyon laza volt. Rev it up! Oh, hello! Nice to meet you! How are you? You're the man? Yeah! And I'm the man. Yeah.